Ebben a videóban az Avasz kommunikációs applikáció beállításait és használatát szeretnénk bemutatni. Mi is az Avasz? Egy olyan kommunikációs applikáció, aminek segítségével a komplex kommunikációs igényű személyek, más néven AK használók, kifejezhetik magukat. És mindezt hogyan? Képek, betűk vagy szóképek segítségével, ami kétféle hangszintetizátor hangon szólal meg, egy férfi és egy női hangon, amit szintén kiválaszthatunk a beállítások során. Miért újszerű ez a kommunikációs applikáció? Ez egyrészt azért, mert a szerkesztő felülete magyarul elérhető és magyarul használható, másrésztről pedig olyan funkciók és olyan beállítási lehetőségek is elérhetők, amik a jelenleg piacon található magyar nyelvű kommunikációs applikációkban még nem. A szoftver elérhető mind iOS, mind pedig Androidos készülékekre, megvásárolható akár az App Store-ban, akár pedig a Google Play áruházban. Lehetőség van egy kéthetes próbaverzió letöltésére, ami alatt ki lehet próbálni a szoftvert, illetve, ami szintén egy újszerű funkció az, hogy havonkénti előfizetésre is van lehetőség. Ez azért jó, mert lehet, hogy csak időszakos támogatásra van szüksége az adott illetőnek, tehát nem muszáj a szoftver teljes egészében megvásárolni, csak bizonyos időszakra. A következőkben pedig részletesen megmutatjuk a beállítási lehetőségeket. Egészen biztosan tudom mondani, hogy a Google Play-ből szépen barátságosan lejön, nem okoz túl sok problémát. Az alapbeállítások után egy ilyen táblát kapunk. Tehát alapból látjuk a kezdő, a középhaladó és a haladó szintű szókincset, amik között a különbség az, hogy természetesen egymás bővített változatai, tehát míg az egyiken kevesebb, a másikon több szó van, igazából az, hogy mi melyiket használjuk, melyiket kezdjük személyre szabni és bővíteni, az azon múlik, hogy kinek is csináljuk a táblát, tehát így a kezdő szintből felhasználóval ritkán használjuk, hiszen amikor kezdőlap gombot nyomok, kijutunk ide, úgyhogy rögtön úgy szoktuk kezdeni, hogy a beállításokban abszolút személyre szabhatjuk azt, hogy mit is szeretnénk. Tehát például meg tudom mondani, hogy egy képernyőn hány képet lássak, alapból van egy ajánlás, hogy mekkorát javaslunk, hogy kiférjen az adott szókincs, tehát mondjuk egy haladó szinten nem árt, hogyha elég sok képet látunk, de ha valakinek ugye fontos, hogy nagyobb képek legyenek, akkor természetesen bármikor, bármelyik szinten átállíthatjuk ezt a kép megjelenést. Úgyhogy én most a kivetítés miatt, hogy relatív jól látszom, direkt egy ilyen nagy beállítást választottam. Ugyanígy beállíthatjuk a szöveg méretét, a szöveg elhelyezését. Amit talán érdekes, az itt kezdődik, hogy mit csináljon, ha kiválasztok egy képet. Én most például azt választom, hogy gyorsan nagyítsak ki, mert én gyorsan akarok kommunikálni. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor kiválasztom a képet, akkor történik egy ilyen animáció. Ha nem szeretnénk az animációt, ugye ezt ki is lehet kapcsolni. Ott most megjelent egy plusz gomb, úgyhogy rögtön mutatom, hogyha én most erre rányomok, akkor kiválaszthatom a ragozott alakokat. Tehát, ha azt akarom mondani, hogy engem, akkor ezt így rögtön át is tudom tenni. Ez máshogy volt az iOS-es verzióban. Az, hogy ez így egy plusz gombnyomás lehet, az valóban egy plusz választás a felhasználó oldaláról, viszont nincs az az idődrukk, amit ugye éreztünk az avazosban, hogy gyakorlatilag, amikor az iOS-es avaszban kellett ragozottat választani, akkor hűha nem vagyok elég gyors, eltűnik a sáv, úgyhogy én ennek személy szerint nagyon örülök.
Illetve itt van ez a bizonyos nyelvtan gomb, amit abszolút egyediként jelenik meg a magyar AK kínálatban, miszerint dobja-e föl ezt az előbb mutatott ragozási lehetőséget, és ha már földobja, akkor ezt a szűkített nyelvtan dobja föl, vagy a bővítettet. Úgyhogy mutatom ugyanezt a szót, most, hogy átállítottam bővítettre. Kicsit több. Ha a betű alapú részt használjuk, akkor viszont van predikciónk, ami azt jelenti, hogy predikciót ad a szóra, a következő szóra, és ezt a predikciót megtehetjük képpel vagy kép nélkül. Nekem az a tapasztalatom, hogy az olvasni tanuló gyermekeknél nagyon hasznos a képi predikció, tehát most, mivel nálam minden be van kapcsolva, meg is tudom mutatni, hogy átmegyek a billentyűzet módba, és amikor elkezdem mondjuk azt írni, hogy szia, akkor ugye földobja a képes változatokat is, tehát ha én most rábökök a szóra, akkor ugye a mondatsoromba ugyanúgy bekerül, mint ahogy a képpel választott dolog. Beállítható, hogy mit mondjon ki a gép, tehát, hogy amikor én szerkeztem a mondatomat, akkor minden szót kimondjon-e, vagy csak a kész mondatomnál az üzenetmezőt mondja ki. Ezt szintén külön meg kell tanítani, hogyha valaki született komplex kommunikációs igényű, hogy amikor szerkeztem a mondatomat, nem biztos, hogy szavanként jó dolog kihangsúlyozni, hanem érdemes megszerkeszteni a mondatot, és csak akkor kimondani. És ugyanígy van egy külön gomb arra, hogy a navigációs gombokat, tehát ezeket a gombokat, amik itt vannak nekem oldalt, hogy gyors üzenet, következő, visszatörlés, kimondja-e a szoftver. Elérhető a hangbeállításnál többféle beszédszintetizátor, tehát például a magyarban külön férfi és női hang elérhető, úgyhogy mindenki igénye szerint kiválaszthatja, hogy férfi vagy női beszédhangja van. Azt gondolom, hogy, ezt sok szoftverben nehezményezték már a felhasználók és a tanárok is, úgyhogy itt mi erre nagy hangsúlyt fektettünk, hogy ez mindenképpen legyen megoldva, hogy ezek elérhetőek számunkra. Beállítások és egyéb menükből talán, ami még nagyon fontos a felhasználók oldaláról, hogy lehet bizonyos védelmeket beállítani, például, hogy a gyerek ne nyúljon bele a táblájába véletlenül, illetve olyat, hogy legyen az interneten elmentve egy mentésünk a tábláról, ha bármi történik. A másik dolog pedig, hogy ugye meg is tudjuk ezen keresztül osztani a tábláinkat, és az internet használó felhasználók számára pedig ez az üzenetek megosztása opció, ami nagyon hasznos. Megjelent itt fölül egy megosztás gombom, ami a következőt csinálja, ha én most megnyomom itt az üzenetemnél, akkor földobja a telepített alkalmazásaimat. Mivel nekem most nincsen Facebookom, ezért azt nem dobja föl, de ha van például egy Messengerem vagy bármi, akkor a telepített alkalmazásokból bárhol el tudom küldeni az én üzenetemet. Tehát lehetővé teszem azt, hogy a felhasználó valóban a tábláján keresztül interneten kommunikáljon, akár szöveges üzenetekkel, akár képekkel. Amit még megmutatnék a szerkesztés előtt, az ez az eszközök gomb, ugyanis gyakorlatilag itt lehetővé teszi, hogy a megszerkesztett táblánkat, vagy annak egy részét kinyomtassuk, és nyomtatott formában is elérhető legyen, úgyhogy ez egy kényelmi funkció, hogy nem képernyőképenként kell hozzájutnunk a táblánkhoz, hanem
megtehetjük azt, hogy könyvformába elérhetővé tesszük magunknak. Tehát egy nagy tábla esetén nagyon praktikus, illetve hogyha valakinek tényleg előfordul az, hogy szüksége van egy olyan szóra, amit nagyon ritkán használ, és mondjuk legalább a kezdőbetűit tudja, akkor rá tud keresni. Ez a keresés opció itt a főmenüből rögtön elérhető. Tehát itt mondjuk van értelme a keresés funkciónak is már, mert ha itt írom be azt, hogy bohóc, maradva az előbbi példámnál, akkor itt bizony fogja nekem mutatni, hogy a bohóc szó a kezdőlap emberek meseősök között található, és még egy piros keretet is kap, hogyha én ezt tényleg be akarom most írni, akkor találjam meg, és meg tudjam nyomni. Ez szótanulásra is jó, mert olyan értelemben, hogy megtanuljuk, hogy hol is van az a szó. Hogy egy kicsit segít és vezet, hogy hol is van. A mondatmentést azoknak javasoljuk, akik vagy egy picit tudnak olvasni, vagy nagyon jó a vizuális memóriájuk, és meg tudják jegyezni, hogy mit csináltunk. Tehát a következőre alkalmas, mondjuk szeretnék, hát és akkor mondjuk én most csokit szeretnék, és akkor elindulok itt az étkezés mappába, és hát vagy megtalálom a csokimat, vagy nem. Minden esetre én most megtaláltam. És én úgy döntök, hogy nekem ez egy nagyon fontos alapmondat, amit így nem szeretnék szavanként kirakni, akkor találok itt a billentyűzet részen egy mentés opciót, ahol van egy ilyen opció például, hogy kívánságok, és itt rögtön hozzárakta az én csoki kérő mondatomat, mert én belementettem. Úgyhogy mostantól bármikor, amikor én kommunikálok, és eszembe jut, hogy csokit szeretnék, akkor nagyon gyorsan csak bemegyek a billentyűzeteknél az elmentett üzeneteim közé, és szólok, hogy szeretnék csokit, és képekkel együtt megjelenik, tehát mielőtt kimondom, azelőtt le tudom ellenőrizni, hogy valóban ezt akartam. Úgyhogy ez az a bizonyos mondatmentés opció, ahol vizuálisan rá lehet tanulni, hogy hol van, illetve ha egy picit is tud valaki olvasni, vagy szóképp szinten felismeri, akkor meg tudja keresni az üzeneteit. Vannak benne ilyen alapból elmentett opciók, de szerkesztéssel ezeket bármikor ki lehet törölni, és személyre lehet szabni, aszerint, hogy kinek mire van igénye. Ez egy picit már keveri a mondathasználatot, a betűhasználatot, és a kommunikáció meggyorsítását, de nem olyan módon, hogy a táblát kell teletűzelnem előre elkészített konzervmondatokkal, hanem maga a felhasználó is elkészítheti magának ezeket a később használandó konzervmondatokat. Megmutatnánk a szerkesztést is. Ugye nagyon fontos, hogy mi a kezdőlapom. Hát egy felhasználónak nem ez lesz a kezdőlapja, úgyhogy én most gyorsan csinálok magamnak egy saját kezdőlapot. Azt mondom, hogy új hozzáadása, akkor ugye én most egy kategóriát szeretnék hozzáadni, nem egy szót, viszont hoppá, van itt egy olyan is, hogy több szó egyszerre. Igen, ez meggyorsíthatja a szerkesztésünket, hogyha tudom, hogy hozzá akarom adni, mit tudom én, a számokat 10-ig, vagy egy dobókockát, akkor itt lehet nyugodtan gyorsítani is az életünket. Minden esetre jelenleg egy kategóriára lesz szükségem, és az én kis kategóriám az ugye az lesz, hogy első tábla. Beírom szépen magyarul, hogy táblaképre van szükségem.
és átállok, hogy szimbólumot mutasson nekem. Látszik, hogy jó sok képet dob föl rögtön. Úgyhogy nem fogok a végtelenségig válogatni, csak azt szerettem volna megmutatni, hogy elég nagy a választékunk, még hogyha nem is keresünk valami bonyolult dologra, természetesen kereshetnénk az interneten, illetve fényképezhetnénk is. Ha valami más szeretnénk kiejtésbe, akkor itt felvehetjük, megtehetjük, illetve itt van egy kategória megadás, amit alapból ő egyéb kategóriának javasol, én ezt most szépen megtartom. Ez akkor lesz jó, hogyha szófajokat szeretnénk színekkel elkülöníteni, hogy ezzel is segítsük a felhasználót, hogy ez valaminek a jellemzése, ez egy cselekvés megadása, ez egy hely megadása, akkor ezeket a színeket nagyon jól lehet hozzáhasználni. Szóval lett egy táblám, amit én most meg is tudok nyitni szerkesztésre, hát jelenleg elég üres. Ha itt bögdösöm, nem történik semmi, tehát nekem a plusz gombot kell megnyomnom megint, hogy egy szót szeretnék hozzáadni, és ugyebár Móninál az első szó az volt, hogy szia. Jó, hát ha én szeretnék őneki még bármi mást megadni, akkor ugye itt megint lehet a szó típusát módosítgatni, úgyhogy ez például lehet egy rövid üzenet, és létrehozom a gombot, és ő már is ott van. Ha szeretném azt a következőnek ide, hogy figyelj, ugye ez volt Móninál a példában, igen, írni is tudni kéne. Tudok jó sok opciót találni itt is, én maradok ennél. És hát őt egy kifejezésnek sorolom, úgyhogy ő rózsaszín lesz. Most már, hogy van két képem, most áttérek a mappára, úgyhogy berakok egy mappát, azaz egy kategóriát, és akkor maradok annál a példánál, hogy hívjuk fel. Jó, hát mivel ez is úgy gondolom, hogy egy kifejezés kell, hogy legyen, ezért vagy kifejezésnek, vagy cselekvésnek tudom megadni. Nem történik semmi, ha bármit elírok, látom, hogy elírtam. Bármikor mondhatom azt, hogy én őt szeretném szerkeszteni, és kijavítom, amit elírtam. Tehát tényleg nagyon egyszerű, ha szeretném, akkor áthúzhatom egy másik helyre, tehát nem muszáj sorban hagynunk a megjelenő gombokat. És természetesen, mivel ez egy mappa, hogyha én most rákattintok kétszer, akkor bejutok abba a bizonyos almappájába, ahova ugye rögtön hozzátehetem, hogy hívjuk fel a nagyit például. És ez az, amit Móni mondott, hogy megtehetjük azt, hogy itt rögtön egy gombnyomásra kijön az, hogy hívjuk fel a nagyit, vagy csinálhatunk rá trükköket, miszerint például
Én most azt választom, hogy lesz egy olyan opciónk, hogy telefonáljunk. Ez ugye megint cselekvés lesz. És lesz egy olyan opciónk, hogy lehet, hogy jobban járok, ha magyar szavakat írok. És ha nem írom el, az sokat segít. Jó, és akkor ide mondjuk azt írok, hogy majd videóhívás. És mivel nekem ez is egy cselekvés, ezért ő is zöld lesz. És akkor ugye jöhet, ahogy a Móni példájában is volt, hogy Nagyi. Jó, és mivel a Nagyi az határozottan egy személy, ezért az emberek kategória színét választom. Jó, én most azt mondom, hogy kész van a táblám. Amit még meg kell tennem, hogyha ez lesz a gyereknek a táblája, akkor be kell állítanom azt, hogy a kezdőképernyőm, az ugyebár ez a tábla legyen, és ne az a háromszintes dolog, amit az elsőnek láttunk. Tehát beállítom, hogy a kezdőképernyőm az ez a bizonyos első tábla legyen. És akkor most úgy néz ki az én táblám, hogy ugye a mappában, amikor bemegyek, azt nem mondja föl, viszont itt rögtön hozzá tehetem, hogy videó hívjuk Nagyit. És függetlenül attól, hogy mekkora a táblám, megtehetem azt, hogy ugye billentyűzetet elérhetővé teszek, tehát mondjuk kiválasztom a papa szót, és ugye, hogyha úgy érzem, hogy nekem ez nem jó, mert én papátot akarok, akkor bizony módon van rá, hogy ezt kijavítsam, és akkor a kimondott mondatom már úgy fog hangzani, hogy szia, videóhívjuk Nagyit, papát. Tehát attól függ, hogy valaki szószinten, mondatszinten ragozást használva, részben ragozást használva, betűkkel vagy képekkel dolgozik, mindenki megtalálhatja a saját szintjének megfelelő opciókat, és minden ponton mi látjuk a lehetőséget arra, hogy a következő részre a szoftver adta lehetőségekkel fel tudjuk készíteni a felhasználónkat.